Tegnap este 160 menekült éjszakázott Záhonyban, mindannyian tovább indultak ma délelőtt. Vonatok érkeznek ma is. A helyszínen van Zépintyes Zsolt. Zsolt, mik a legfrissebbek onnan? Üdvözlöm a nézőket! Hát az az igazság, hogy az imént voltunk a híd a Kárpátaljáért segítségponton, ahol 200-250 ember is éjszakázhat esténként. Ez a Kandó Kálmán gépészeti technikumban van itt a városban, és annak a tornatermét alakították ki. Az utolsó távozóval tudtunk beszélgetni, ő egy ekvádori lány volt, orvostanhallgató Ukrajnában, és most ő a háború elől elmenekül, és hazamegy Dél-Amerikába. De egyébként itt mögöttem indiaiak is vannak, és hogyha megfordulunk majd az operatőr kollégámmal, akkor pedig itt nigériai egyetemistákat lehet látni, akik éppen arra várakoznak, hogy tovább menjenek. Folyamatosan érkeznek egyébként a menekültek. Amikor megtelik egy vonat, egy szerelvény Ukrajnában csapon, akkor elindítják, és akkor az átjön ide Záhonyba, és itt először találkoznak igazából Magyarországgal a menekültek. Ami a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokszor nem tudnak információhoz jutni, mert nem beszélnek mondjuk nyugat-európai nyelveken, tegyük fel, csak ukránul. Hála Istennek most már vannak tolmácsok, be vannak állítva, és ők próbálnak nekik segíteni. Például egy ifjú pár nagyon meglepődött azon, egyébként egy gyerekkel jött, hogy ingyen utazhatnak tovább Budapest felé. Ők Donyecből jöttek, és katonakorú a fiatalember, és csak és kizárólag úgy tudott elmenekülni az egyébként háborús övezetből, hogy örökbe fogadtak egy kisfiút, és így külön papírt kaptak, és a nevelőszülők, tehát a gyereknek az anyukája, a nevelőanyukája és a nevelőapukájaként tudták elhagyni Ukrajnát. Ez jelen pillanatban a helyzet, annyit tudok még elmondani, hogy a református szeretetszolgálat, illetve a mai napon a híd gyülekezete is itt van, és az önkormányzat pedig külön felállított egy sátort, mert hogy annyi adományt kaptak, hogy rendkívül nagy mennyiségben tudnak például szendvicset előállítani, és ebben a sátorban szendvicseket kínálnak, melegitalt kínálnak, illetve üdítőt, ásványvizet kínálnak a menekülteknek. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog az önkormányzat részéről, és azt is elmondta nekem a polgármester, hogy azt, amit felajánlottak az állampolgárok, civil szervezetek, magánszemélyek, és nem tudják itt szétosztani, az beteszik majd egy nagy kamionba és átviszik Kárpátaljára, mert ott még inkább nagyobb szükség van rá, hiszen egyre inkább jelentkezik az, hogy a boltokból eltűnnek alapvető élelmiszerek, mint a liszt és a cukor, és erre szükség van, sőt, több egyes benzinkutakon már tankolni sem lehet. Ez a helyzet oda át, annak ellenére, hogy ugye Kárpátalján még nincsenek fegyveres összecsapások. Zépintyes Zsoltnak köszönjük, és megyünk tovább egy másik helyszínre, hiszen már vannak, akiknek elkezdődtek a hétköznapok hazánkban. Néhány menekült gyermek az első napját tölti ma a kaposvári óvodában, a szülők közül pedig többen munkát kaptak a város húsüzemében. Kapcsolunk Stanics Adrienhez. Adrien, hogyan segítik a helyiek a menekültek beilleszkedését? Összefogott Kaposvár, lehet ezt mondani. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, szervusz! Ma reggel már az óvodások, az ukrajnai menekültek első óvodásai meg is érkeztek, és meg is kezdték az első hétköznapjukat. Itt a mögöttem látható óvodában a két pici azt mondta, hogy nagyon kíváncsi már, hogy mennyi játék lesz, és milyen is lesz a magyar óvoda. A szülők egyébként elmondták azt, hogy ugye néhány napja érkeztek ide Kaposvárra, és nagyon meghatotta őket az itteni fogadtatás, hiszen csupán egy kis csomaggal érkezhettek meg, vagy léphették át az ukrán-magyar határt, mindenüket hátrahagyták. Nagyon meghatotta őket az, hogy itt szállást kaptak, ételt biztosítottak számára, sőt a legnagyobb húsipari cég az ide érkezőknek munkalehetőséget is biztosít. Egyébként jelenleg itt Kaposváron most 11 felnőtt és 4 gyermek menekültet fogadtak be. Az ő ellátásukról a város és a környező cégek is gondoskodnak, tehát munkahelyet is biztosítanak számukra. A városban szinte minden intézmény, minden civil szervezet gyűjt a rászorulók részére. Élelmiszer adományokat, ruhaneműt, játékokat is gyűjtenek, sőt a Kötél Egyesület pedig kötszereket, elsősegélynyújtó dobozokat. Az elmúlt napokban egyébként a református szeretetszolgálat és a református
református egyház helyi képviselete innét csaknem 10 mikrobusznyi élelmiszert szállított a határa. Úgyhogy összefogott Kaposvár, és mindenki segít, ahogy tud. Stanics Adrián, köszönjük szépen!